Orbán Viktor Facebook oldalán jelentkezett be a NATO csúcsról. Azt írta, nem engedhetjük, hogy ez a háború tovább terjedjen. Ezért nem támogatunk egyetlen olyan javaslatot sem, amely belesodorhatja a NATO-t és Magyarországot ebbe a konfliktusba. A fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. Szorgalmaztuk ezért, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet, és kezdődjenek meg a béketárgyalások. Szijjártó Péter pedig azt mondta, az ukrajnai háború el fog húzódni. Emberek ezrei halnak meg teljesen értelmetlenül, hogy tartósan fennmarad a háborús inflációs környezet, aminek következtében egy globális gazdasági válság alakulhat ki, és az energia ellátás biztonsága is komolyan sérül a következő időszakban. Nem tudja magától. Mondtad, hogy nagyon-nagyon szeretném mondani valamit, igen, erről tűnik, igen, mert az, amikor néztem ezt a bejátszót, amikor ugye készültem is, az jut eszembe, hogy tényleg fantasztikus, hogy Orbán Viktor nem engedi, hogy a NATO olyan határozatot hozzon, amivel belesodorja magát a háborúba. De kérlek szépen titeket, mint szakavatot, meg ugye, hol hozott az elmúlt időszakban a NATO olyan határozatot, tehát amit meg kellett gátolni, mert mi mindig meggátoljuk azt a határozatot, amit soha nem hoztak meg. Alapvetően egy fontos különbség van Magyarország és a NATO többi országának a politikájában, hogy a békét másképp képzelik el. Tehát míg a többi NATO tagállamban úgy képzelik a békét, hogy ez egy igazságos béke legyen, tehát Oroszország az agresszor vonuljon vissza, Orbán Viktor és a kormánya úgy képzeli a békét, hogy most azonnal tűzszünet, és az Ukrajna függetlenségét is adja föl. Ez nekem mindig talány, amikor Gulyás Gergely a kormányinfó megkapja a kérdést, hogy mégis mi a kormány álláspontja az ukrán helyzetről, és az a tömör válasz jön mindig, hogy a magyar kormány számára a béke az első, mi hamarabbi béke az első rendi. De hogy az mit jelent a magyar kormány szempontjából, Ukrajna teljes kapitulációját? Az egy elfogadható ára lenne a békének, amivel megteremtődik a gazdasági kilábolás lehetősége? Tehát bármilyen béke csomag elfogadható a kormány számára, csak legyen végre vége a harcoknak? Szerintem azért tisztázásra szorul. De a NATO esetében csak arra emlékszem, hogy nem voltunk hajlandóak szövetségesként támogatást adni például a fegyverszállításokban. Tehát ilyen típusú kis ellenállások voltak, hogy akkor nem engedjük át az országon keresztül a... De azért, amikor volt márciusban NATO csúcs, és mindenki online jelentkezett be, Orbán Viktor volt az egyetlen, ugye olyan csoportkép készült, hogy ketten álltak Stoltenberggel a NATO zászló előtt. Tehát, hogy azért közben meg ezek a gesztusok, amiknek egyébként szerintem nyilván nagyon sok jelentősége van, mint például, hogy Varga Judit, ugye most készek vagyunk a megegyezésre, és az uniós zászló előtt fényképezkedik. Ezek mind olyan, ugye tudjuk azt, hogy kormányzásnál sokkal fontosabb a kommunikáció a kormányzatnak, és ezeknek mind-mind jelentősége van. De ez valóban egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az az ár. És ugye gyakorlatilag ugye most a NATO bővítés a fő téma, amiről meg ugye nagyon jól tudjuk, hogy azért valószínűleg, hogy nem nagyon kell Orbánnak strapálnia magát, mert Erdogánnak fogja oldani a kérdés nélküle is, ugye itt... Nem. De gyakorlatilag, nem. Akárhogy is az, nézzük én úgy tudom, hogy Törökország hozzájárult, és Finnország és Svédország egyenes az úgy. Belül, hogyha nem lesz teljesítve az, amit kért. Tulajdonképpen feltételekkel. Hova kell tennünk a pénteki rádió interjúját Orbán Viktornak, amikor arról beszélt, hogy ő úgy jött haza erről a szerdai NATO csúcs, hogy egyfolytában égett a piros lámpa a fejében, és hallotta a véscsengőt, és azt mondja, hogy a NATO egy súlyos eset, mert hogy a szövetség tagjai még nem néztek szembe a realitásokkal, magyarán, hogy nem elég mindig hadi utánpótlást adni, hogyha naponta 100-1000 ukrán katona hal meg a háborúban, akkor egyszerűen a realitás az, hogy ezt Ukrajna nem tudja megnyerni. Ez az üzenet, hogy Ukrajna elvesztette a háború, igen. Csak még nem ez látta be. De igen. Hogy jön ezzel egy mondatban a magyar haderőfejlesztés? Tehát, hogy milyen összefüggésben van a következő mondata, az, hogy ezért a magyar haderőfejlesztési programot 2-3-szorosára kell növelni, mert hogy egyébként sokkal gyorsabban közeledik a háborús zóna Magyarországhoz, mint ahogy ezt a rádióhallgató. Hát, hogyha az ukránok kitartanak, akkor az orosz offenzíva az el fogja érni a kárpátaljai régiót is.
Gondolom ez erre gondolatott Orbán Viktor. Egyébként meg bármilyen apropó alkalmas arra, hogy arról beszéljen, hogy a haderőt fejleszteni kell. Igen, tehát, az ukránok a saját haderejüket a Krím elfoglalása óta ezerrel fejlesztik. Most meg de Magyarország hirtelen. Az emberanyag az fogyóban van. Tehát a vasakat lehet oda hordani tonna számra, de közben pedig csúnyán kifejezve ott hullanak tömegével az emberek, és az viszont véges a katona utánpótlás. És ugye azt nem. Tehát, hogy a NATO nem fog bevonulni. Igen, pontosan. Hát, nekem kicsit az afganisztáni háború jutott eszembe. Ugye az oroszok 79-ben elfoglalták Afganisztánt, ott ugye egy sikeres puccsot hajtottak végre, és 85-ben, mikor jött Gorbacsov, akkor kezdték csak a béketárgyalásokat. Tehát lehet, hogy Orbán ismeri Putyint annyira, hogy ő soha nem fog visszavonulni, ameddig Putyin ott van Oroszországban, addig ez a háború tart. És ezért mondja azt, hogy az emberéleteket meg kell menteni, ugye folyamatosan, hát most legutóbb ugye egy bevásárlóközpontba robbant a rakéta, óriási emberáldozatokkal, hogy van ebben ráció, hogyha ezt gyakorlatilag nem engedi el a Ukrajna, mármint, hogy nem adja át területeit, akkor ez a háború évekig el fog tartani, ha Putyin marad. Hát már pedig Ukrajna nem fogja. Igen. És Putyin meg maradni fog. Na jó, hát és mind a két feltétel adott ahhoz, hogy ez egy elhúzódó háború legyen. Igen. Tehát akkor ebből nem fog a magyar következtetés sem valóra válni, ebből az jön ki. Tehát, hogy itt nem lesz egy béketárgyalás, meg egy tűzszünet. Nem lesz gyors béke, szerintem sem lesz. Akár évek is eltartott ez a háború, ha csak nem olyan orosz offenzíva indul Ukrajna ellen, amikor minden tartalékos sereget is bevetnek, és százezrével mennek be az orosz katonák. De az meg egy nagyon véres, az egy nagyon csúnya végjáték lenne. Hát az orosz félnek is rá. Oda-vissza, igen, az orosz fél, csak ezt akartam mondani, hogy az oroszoknak sem egy jó verzió, tehát vagy legalábbis nem egy... Már most több katonát vesztettek, mint az afganisztáni háború. Igen, tehát olyan piroszi győzelem, csak ezt akartam mondani. Igen. Jó, akkor a harmadik részben meg újra visszajövünk majd Magyarországra, egész pontosan Budapestre, mert hogy a parkolási zónák átírása kapcsán azért egy nagyobb képről fogunk beszélgetni, például klímavédelemről is, ami hát így ezekben a napokban azért nagyon-nagyon aktuális. Tartsanak velünk pár perc múlva, folytatjuk.